érmék és papírpénzek, kardok és pisztolyok, kitüntetések és régi képeslapok. Mindenki találhatott kedvére való ritkaságot, érdekességet a 14. Pápai Fegyver- és Érembörzén vasárnap. A Magyar Éremgyűjtő Egyesület pápai csoportjának rendezvényén ezúttal is sokan voltak, kiállítók és érdeklődők egyaránt. A Petőfi Gimnázium aulájában tartott a Hősök napjához kapcsolódó találkozóra nemcsak a numizmatika szerelmesei, de a régi fegyverek és háborús relikviák gyűjtői is kilátogattak. A pápai csoport rendezvényein mindig képviselteti magát az Egyesület országos vezetősége is. Ezúttal Vámosi László alelnök vett részt a találkozón. Elmondta, hogy az éremgyűjtők tábora folyamatosan nő. Mintegy 10-12 ezer olyan gyűjtő van ma Magyarországon, akik rendszeresen gyűjtik a numizmatikát. Ezekre a rendezvényeken részt vesznek, cserélnek, adnak, vesznek, numizmatikai tanácsokat adnak egymásnak, úgyhogy ez egy jól kialakult rendszer. A civil szervezetek között talán a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének van második-harmadik helyen a legnagyobb bázisa. Ez azt jelenti, hogy bár a tagságunk az mintegy 3000, akik rendszeresen fizetik a tagsági díjat, de a Holdudvar, a bázis az ennél sokkal nagyobb, és annak különösen örülünk, hogy a vidéki szervezetek is az elmúlt időszakban jelentősen megerősödtek. Nagyon sok olyan rendezvény van vidéken, amely vonzza a tömegeket, ott egy helyi látványosságot jelent, és a numizmatikának ez egy nagy reklámja. És ilyen a pápai bőrze is, tette hozzá az alelnök. A pápai csoport évek óta rendszeresen ilyen nagy látogatottságú aukciókat, összejöveteleket szervez, és ezt a jó szokásukat az elmúlt 15-20 évben is megtartották. Reméljük a következő években is ilyen jelentős bázisa lesz Dunántúlnak a pápai éremgyűjtők összejövetele. Az éremgyűjtés remek hobbi mindazoknak, akiket érdekel a történelem, mondta az alelnök. A numizmatika a történelem segédtudománya. Itt nagyon fontos az, hogy a gyűjtő mielőtt elkezdi a gyűjtést, azért a magyar történelemmel, a világtörténelemmel valamilyen kapcsolatba kerüljön, tehát ismerje azokat a fontosabb időszakokat, amelyek a numizmatikával is egybeesnek. És én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, ha ezeket a numizmatikai tárgyakat megőrizzük az utókornak, beszélünk olyan körben, ahol a fiatalok érdeklődését is fölkelthetjük ebben a dologban, és megőrizzük, szisztematikusan gyűjtjük a Magyar Numizmatika egyes területeit. Van-e olyan terület, amely önt kifejezetten érdekli? Engem az egész magyar numizmatika érdekel, és nagyon fontosnak tartom a szakirodalomnak a rendszeres forgatását, olvasását, ha kell kijegyzetelését, mert ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember fontos és jelentős szakismeretekkel rendelkezzék. Városunkba ilyenkor a Dunántúl számos településéről érkeznek kiállítók a helyi gyűjtők nagy örömére. Idén 125 asztalnál folyt az árusítás, vagy épp a cserebere. Mögöttem lévő kép mutatja, hogy továbbra is népszerűek vagyunk. Új gyűjtő barátokat szereztünk, Gyöngyösről is eljöttek 4-en, tehát most már nem csak Dunántúlról, hanem Salgatarjáról is egy gyűjtő eljött. Tehát vonzó a pápai gyűjtő találkozó. A bőrzén sok érdekesség várta a látogatókat. Volt például olyan gyűjtő is, akinek a hibás pénzekből van országszerte elismert kollekciója. Több hiba jellege van ezeknek az érmeknek, papírpénzeknek. Az érmeknek a gyártása során, ha már az alapanyaggyártásban anomália van, akkor előfordul, hogy ketté válik a lapka, és mind a két oldala önálló életet él, de a leggyakoribbak, amikor a verőszerszámoknak a helytelen beállítása miatt az oldalaknak az állása nincsen szinkronban, ami ugye a nemzetközi szabványok szerint 5 fok jobbra, 5 fok balra a függőleges tengelytől. Ilyenekből van én nekem közel 1000 darab bekatalogizált szert a világból, Magyarországról és az Európai Unióból. Aztán vannak más olyanok, hogy például véletlenül két azonos szerszámot helyeznek be, és mind a két oldal azonos. Hát én nem bízom a véletlenre, rendkívül jó kapcsolatokat ápolok a pénzverővel, és vettem a bátorságot, hogy le is hitelesítettem, hogy eredetiek, és ezek nem manipulált dolgok. Tudok mutatni természetesen érmeket, papírpénzeket, amik kicsit szokatlanak, de ezektől nem kell félni, mert ugyanolyan érvényesek, és ugyanúgy az állam szavatolja visszaváltásukat. Az egy dolog, hogy a gyűjtők szempontjából ez egy kicsit izgalmasabbak, és nagyon-nagyon látványosak. Hát Magyarországon többek szerint, most tényleg minden nagy képviség nélkül mondom, többen állítják a szakmából, hogy még egy ilyen rendezett magántulajdon nincsen, ez több ezer darabról szól. Szeretnénk mutatni néhány olyan érmet, amik, mint látják, az euróban is van, hogy a függőleges tengelytől, amik szépen be vannak jelölve, nem felelnek meg a követelményeknek, de ez ettől még teljesen érdekes és érvényes és jó, különféle szögben jobbra-balra elfordulva. Olyanok is vannak, amik teljesen fejtetőre vannak verve, mert hát senki is nagyon-nagyon kevesen nézik, hogy most akkor hogy állnak az oldalak. Pedig a régi öregek megmondták, hogy az éremnek mindig nem csak két oldala, hanem három oldala is van, mert még a perem is nagyon árulkodó lehet és izgalmas, érdekes. Hát itt kisebb címleteket mutatok, fillérek is vannak, amik így el vannak kisebb-nagyobb fokban fordulva, tekeredve, hogy úgy mondjam. Aztán most azt hiszem, hogy jobban járunk, hogyha mutatok papírpénzeket. Hát itt van egy klasszikus példája a papírgyűrődésnek, hogy ráncos, és az összegyűrt papír alapanyagra került a nyomat. Itt egy klasszikus példája a festékfelragadásnak, negatívban felveszi a bankjegynek a festékét egy korábban elkészült oldal. Itt ugyanilyen százast tudok mutatni. Itt ez egy nagyon régi, még inflációs papírpénz, ahol nincsenek szinkronban nyomatok, ezeknek a nyomatoknak, meg a számoknak középen kellene, hogy elhelyezkedjen. Itt egy 1000 forintosnak a papírráncos kivitele. Ez itt látszik, hogy a fedőnyomatok, a keltezés, sorszám, meg egyebek vannak nem a helyükön, mert némi nem milliméter differencia miatt ilyen kis anomáliák keletkeztek. Hát Kalocsán került elő egy zsírúj százas kötekben ez a két sorszám követő 1000 forintos, ami nagyon nagy ritkaság, és a ritkaságát az adja, hogy egymás melletti bankjegyekről szól, de viszont itt nincs meg a sorszám. Ugye két azonos sorszámnak kell lenni. Itt pedig szintén darabolás hibának vagyunk a tanúi, mint látja, az ívnek a szélén a bankjegynek a nyomatainak a színeiből jelölő színek vannak, és ezek itt szépen visszaköszönnek mind a két oldalon, és ez a darabolásnak a hibája. De még nagyon sok-sok-sok-sok hiba jelleg van. A pápai csoport évente két nagy találkozót szervez, egyet tavasszal, egyet pedig augusztusban, de emellett nagy hangsúlyt kap a tagok tájékoztatása és támogatása, mondta Lóki György. Ezeken a nagy rendezvényeiken kívül szervezzük azt, hogy a környékbeli gyűjtőtalálkozókra együtt megyünk, ahol a velünk érkező fiatalabb, kevésbé rutinusabb gyűjtőket segítjük, tanácsainkkal ellátjuk. Az összejöveteleinket természetesen egy kicsit magunkat is megünnepeljük, olyanképpen, hogy ugyan évnapokról nem feledkezünk el, de csak szűk keretek között, hogy a barátságot, nem csak a gyűjtői barátságot, hanem a személyes barátságot is erősítsük, és ezt szolgálja, hogy a két nagy rendezvényünk után az elmúlt években mindig szeptemberben egy közös kirándulást szervezett a csoportunk, természetesen olyan helyszínre és olyan témába, ami egy kicsit a gyűjteményhez, illetve minden gyűjtés a történelemhez kapcsolódik, tehát történelmi helyszíneket látogatunk meg. Az idén szeptember közepén Tapolcára látogatunk és Szigligetre. Az Érem és Fegyverbőrzék programjában ezúttal is szerepelt tombola, valamint kisárverés is. Emellett nem hiányzott a pápai csoport hagyományos alkalmi pénze sem, melyen Lipót korabeli, azaz az 1600-as évekből származó litográfia, a hátoldalon pedig a megújult főtérképe kapott helyet. Volt egyszer egy falu, melyre ma már csak egy emlékhely emlékeztet. A falut Iharkútnak hívták. Az 1970-es évek végén esett áldozatul a bakonyi bauxit bányászatnak. Az iharkútiak és leszármazottaik minden évben összejönnek településük egykori helyén, hogy emlékezzenek a 35 évvel ezelőtt történtekre. 9. alkalommal szervezte meg az Iharkúti Hagyományőrző Egyesület a megemlékezést, ahogy Bakonyi Lajos elnök fogalmazott, az iharkútiak 9. falu találkozóját. Bakonyi Lajos gyermek és fiatalkorát töltötte Iharkúton, a falu kitelepítésére így emlékezett. Anyukámmal nem értem meg, ugye ezt 66-ban halt meg, de a végeimben a sógorék, az apusék itt voltak, és meg kell, hogy mondjam, hogy vissza-vissza néztek, kérem szépen, amikor elmentek, amikor megrakodva ment a teherautó, és meg kell mondanom, hogy nem csak ők, hanem még a fecskék is olyan zavarba voltak, nem találták a helyet. Itt van egy közel 2 méteres medőréteg. Tehát ahol megy az úttest, ott volt az alap. Ezt itt feltöltötték, tehát ahhoz, hogy hát mondhatnám, hogy felszíni bauxit fejtés menjen, ahhoz a metőrékleget elkötött távolítani. Voltak helyek, ahol keresztében elég közel volt, de volt, ahol mélyebben volt, és hozzá kell tennem, hogy ez egy metőréteg itt, úgyhogy hát már ültettünk ide, most iharfák vannak itt, most beszél itt a titkár úr, keresztében az erdészeti igazgatóval, hogy az iharfák egyszerűen nem tudták az idő, most mélyebben lementünk, és termőföldet hoztunk ide. Remélem, hogy az Iharkút iharfa is fog lenni. Nem tudom, hogy nézték-e a település térképét. Tehát itt volt a régi település, ez itt egy új település volt már. Hát végén itt laktunk mi, és szépen nagyon kedves emlékek fűződnek hozzájuk. 79-ben megszűnt a település, és utána az iharkutiak azok csak temetés alkalmával találkoztak. Hát azt látni kellett volna, meg azt is, amikor az első találkozás volt, hogy összeborulva, könnyeket hullatva keresztében üdvözölték egymást. És ez erőt adott ahhoz, hogy 2003-ban egy emlékbizottságot alakítottunk, és az emlékbizottságnak akkor az volt a feladata, amit aztán rám testamentálták, ugye, mint az emlékbizottság elnökét, hogy valamilyen formában biztosítani kellene, hogy az időálló és mértéktartó legyen. Az ünnepség megrendezését támogatta a Farkasgyepű önkormányzata is, hiszen az Iharkútról kitelepítettek jó része Farkasgyepűn talált új lakóhelyre. Hát egy egész utca került oda, ugye Iharkút utca néven ma is megtalálható. Körülbelül egy 30 ember lehetett. Én még akkor általános iskolás gyerek voltam, tehát vannak halvány emlékeim Iharkútról. Ha ma ez a falu itt létezne úgy, ahogy akkor azt hiszem, hogy a legkeresettebb üdülőfalu lenne a környéken. Sajnos ez nincs, ugye a busz idáig jött el. Én abban az időben busszal jártam Bakonyákor a iskolában, nagyon szívesen jöttem ide mindig ki. Hát itt aztán teljes nyugalom volt. Hogyan élték meg azt a szomszédfalubeliek, hogy itt mellettük megszűnik egy település? Tudtuk, hogy Farkasgyepű alatt például nem található bauxit, viszont ennek az áldásos hatása Farkasgyepűn is érezhető volt, hiszen a bauxitot ott vitték keresztül, a falun vörös volt minden ház, a főutca mellett nem lehetett szellőztetni, hát az utcán alig lehetett közlekedni, folyamatosan éjjel-nappal jöttek a teherautók. Azt gondolom, hogy ez számunkra is borzalmas időszak volt. Nehéz évek voltak, ha biztos úgy emlékszek vissza, hogy amikor a bauxitot itt föltalálták, utána hordták már, akkor olyan por volt a faluba, ugye az autók a kertünk háta mögött is vitték a bauxitot, az utcán is vitték, mindig nagyobb volt a por, a lakás nem lehetett már akkor takarítani se, úgyhogy aztán így azt átáll lett a nyár, és azt utána kerültünk, ugye akkor ősszel Farkasgyepűre, ha így ma továbbiakban meg ott lakunk. Ugye falugyűlések voltak többször, aztán utána visszhívtak bennünket, amikor a lakásokat ugye hát végig nézték, akkor fölértékelték, aztán ki hova akar, kifizették, aztán aki ugye elment más faluba, azok megkapták a lakásuk teljes értékét, amennyire ugye bölcsülték. Először keveset akartak fizetni, utána azért meg lehetett állapodni velük a bányával, ki hova került, ugye több helyre kerültek akkor Pápára, Győr, Bácsára, Herendre, Budapest mellé, Ajkára, Farkasgyepire kerültünk, akkor 9 család. Akkor ott építettek nekünk ugye házakat, akkor tanácsi lakásokba kerültünk, aztán utána meg tudtuk vásárolni, aztán ott élünk most. 8 család még, hogy jól emlékszek, igen. A tragédia volt említ. Képzeljél, ott a falu végen, az iskola háta mögött a baxitot termelték, és a falu teljes ember is mind itt lakott, és robbantottak. Képzeljél, mi volt itt. Mai viszonylatban ezt hát nem lehetne megcsinálni. Állítom, Európában ilyen nem fordult elő, hogy ott, ahol laknak, ide jöttek, mert én itt laktam, itt pontosan szemben. Ide jöttek ki, az egész falu ide volt ki, de még ide is hullottak ő. Képzeljél, és hiába mentem, mondom, nem mondok semmit rosszat. Ide figyeljen, mentem a párbizottsághoz, akkor ide figyeljen, hát azt mondták, hogy jobban menjen gyorsan el innen. Akkor azt mondtam, majd elmennek Veszprémbe a bányaműszaki felügyelőség, már bányász is voltam. Mondom, hát ottan azért majd csak csinálnak valamit. Hát elmentem ott, meg gondolom, már megtelefonálták, azt mondták, nem szólhatnak bele, már állami érdekről van szó. De minket megszenvedtünk. De erre még tetőzte az oroszok is, ugye már az oroszok meg itt jártak keresztül. Hát azt is sikerült azért kipatérülnünk, hanem arra mentek el aztán. De hát is nagy, ugye volt akkor a szovjet, meg magyar vegyes bizottság, annak alapján ugye fölírtam itt a harckocsiknak a számát, hogy hány a számújak voltak, és akkor azt beadtam, és akkor azt szerint lett, akkor kitették oda, csináltak egy utat ott, akkor, de hát a több év után. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Takács Szabolcs kormány megbízott is. A helyiek talán egy ideig elhitték, hogy egy szebb jövő vár rájuk itt. Egyszerűbb élet, könnyebb boldogulás, magasabb jövedelmek. De sajnálatos módon hamar kiderült, jöttek a bányászat mellékhatásai, a por, a robbantások, és végül lesújtó hír, kitelepítik a falut. Ezután az iharkutiak, egykori lakói és az Iharkuton itt élők hamar már nem kívánatos személyek lettek ezen a területen. Nem lehettek otthont a szülőföldjükön, és ahogy az elnök úr már említette a beszédében, még a halottai sem maradhattak a megszentelt földben. Új helyen kellett új életet kezdeniük. Az egykori biztonságot jelentő otthont pedig a földdel tették egyenlővé. Bár azóta a falu, talán mondhatjuk, világhírre tesz szert, azáltal, hogy Magyarországon először itt találtak dinoszaurusz csontokat. De azt gondolom, hogy az itt élő, vagy itt levő közösséget, az emlékezőket, ez a lelkükben nem nyugtatja meg. Nem törli ki onnan a bányagépek által belevert szomorúságot. Az ünnepségen Rudi Péter plébános megáldotta az új emlékművet, melyet meg is koszorúztak az egykori iharkútiak. Bakonyi Lajos saját versének elszavalását követően harangszó szólt az eltávozottakért, majd Tölgyesi József zárszavával és a szózat hangjaival ért véget az ünnepség. Az augusztus 20-ai pápai rendezvényt évek óta tűzszínházi előadás is gazdagítja. Erre a Teleszterion színházi műhely tagjai tábor keretében készülnek, mely augusztus 10-én indult. 2 napon át egy szegedi tűzzsonglőr is segítette munkájukat, hogy a Csillagtánc című idei produkció hasonlóan jó előadás legyen, mint a 2012-es Szarvasfi, vagy éppen a tavalyi Szélkötő Kalamona. Jeddi Márton szegedi tűzzsonglőr tartotta kedvünkért egy rövid bemutatót, igaz nem tüzes, hanem egy ledes eszközzel, de a látvány így is lenyűgöző volt. A fiatal ember 2 napot tölt a teleszterionosokkal, hogy minél több új elemet, trükköt megtanuljanak a pápaiak is. Először még csak az eszközökkel, a hét második felében kezdődik a tüzes gyakorlás. Mivel nem bentlakásos a tábor, vannak ugyan nem pápai diákjaink, akiknek tudtunk lehetőséget biztosítani a GB házunkban szállás szempontjából, de egyébként a gyerekek hazajárnak, ezért egy kicsit hasonlóan működünk, mint a napközis tábor, csak általában késő estig dolgozunk a diákokkal. Reméljük, hogy ők is kitartóak lesznek, és a szülők is ebben a dologban toleránsak tudnak maradni. Hát reggel 10-től egészen este 9 óráig folyamatosan kisebb szünetekkel, illetve egy nagy ebédszünetet beiktatva zajlanak a próbák. Általában délelőttönként technikai felkészítés és gyakorlás zajlik, délutánonként pedig koreográfia tanulás az előadáshoz, illetve az előadásnak a színpadi próbái zajlanak. Az idei Csillagtánc című tűzszínházi előadás alapját az indiai őseposz, a Mahabharata, valamint a halhatatlanságra vágyó királyfi típusú mesék motívumai adják. Van egy mese alapunk, 15 évvel ezelőtt az első gyermekszínjátszó csoportommal csináltuk ezt a mesét. Ezekből a motívumokból sok-sok improvizációt csináltunk, és aztán végül összegyúródott egy olyan történet, ami ugyan így ebben a formában nem létezik sehol a világban, hiszen mi találtuk ki, de mégis mivel ezeket a motívumokat használja, és egy teljesen sajátos mesedramaturgiával, de egyébként a klasszikus mesedramaturgiát használva építkezik, ezért lehet azt mondani, hogy van egy sajátos mitológia, amit e köré, a történet köré építettünk, és ez is most a feladat, hogy ki kell találnunk azt a kultúrkört, azt a mitológiai kört, amiből ez a mese megszülethetett, és ennek megfelelően a diákoknak sok önálló feladatuk lesz, homlokfestéstől kezdve fejdísz elkészítéséig az előadáshoz, hogy egy picit magunkévá tehessük nem csak a történetet, hanem egy magunk által kreált legendát, illetve mitológiát. Komáromi Sándor elégedett a tűztáborosok munkájával, valamint kiemelte, hogy nagy segítséget jelentett a tűzzsonglőr fiatalember kurzusa is. Egy pesti társulatot sikerült találnom, akik egyébként tüzes eszközöket is készítenek, és idén gazdagodunk néhány új eszközzel, amelyeket már ők készítettek el, és hát sokat beszélgettem ennek a társulatnak a vezetőjével, aki azt mondta, hogy ők foglalkoznak oktatással is, és hát gondoltam, ebben az évben akkor hívunk egy külsős oktatót, hát hogyha jó kapcsolat alakul ki, és hál' Istennek úgy alakult, hogy nagyon remek ember érkezett hozzánk, és nagyon sok olyan dolgot tud nekünk tanítani, ami nekünk hiányzik, vagy egyáltalán nem tudtuk még, hogy ilyet is lehet. Tanulni mindig kell, de mi az, ami úgy érzed, hogy eddig esetleg hiányzott? Természetesen, ami a leginkább hiányzik a munkánkból, az, hogy az eszközökkel való technikai tudás az magasabb szintre emelkedhessen. Itt legalábbis Magyarországon biztos, hogy unikális a dolog, amit csinálunk, viszont mivel ugye hát mi alapvetően prózai színházzal foglalkozunk, sok mozgással megtüzdelve, ezért nálunk azért az hiányzott, hogy ezeknek az eszközöknek, illetve ezekféle az eszközök felé a technikai tudás, mint olyan, az meglegyen, vagy olyan szintű legyen, hogy az eszköz is egy magabiztosabb és önállóbb életet tudjon élni a színpadon. A táborozók sokat tanultak Jeddi Mártontól, aki a Flame Flowers elnevezésű tűzzsonglőr csapat tagja. Ő maga is sok trükköt talál ki, amit aztán szívesen megtanít másoknak is. Mikor babonázott meg a tűz? Hú, ez azért érdekes kérdés, mert nem tűzzel kezdtem. Én 2002-ben találkoztam a zsonglőrködéssel egy fesztiválon, és nem is láttam először tüzeseket, hanem csak egy szalagos poikat pörgettek, tehát ez a poi, ez a pörgetős eszköz volt az első, amivel én kezdtem, az is az egyik kedvencem. Aztán rá talán olyan jó 2-3 évre pörgettem először tüzes poit. És akkorra én már elég sok mindent kigyakoroltam, tehát egészen jól ment. És a tűzzel gondolom azért egész más, nem? Az érzés más, így van. Valójában minden ugyanúgy működik tűzzel is, mint tűz nélkül. Nyilván, hogyha az eszköz lángol, akkor vannak bizonyos pontok, amikor megégethet. Hát a tüzet meg kell szelídíteni, meg kell tanulni játszani vele. Teljesen, igen, ahogy mondtam, teljesen más érzést ad. Hát valaki sokat játszik a tűzzel, de én már megszoktam, tehát én már olyan sokat játszottam vele, hogy én már nem érzem igazából a különbséget, de mondjuk egy-egy előadás alatt azért el tud kapni a hév. A tűzzsonglőr elismerően szólt Komáromi Sándor csoportjáról, az itt folyó műhely munkáról. Tűzszínházi előadásokat láttam, de mindegyik próza nélkül működött, és láttam már egy korábbi felvételt a társulatról, és ott is ugye prózával ötvözve használták a tüzes eszközöket, és tehát ezekben az előadásokban én, ahogy megfigyeltem, az eszköz az nem csak önmagáért, hanem valami többet képvisel, tehát mindig próbálnak vele valamit szimbolizálni. És ez a fúzió, ez egy nagyon, nagyon érdekes gondolat. Nagyon izgalmas ez a tábor. Pontosan ugyanilyen táborban nem voltam még. Részt vettem már számos projektben, még tűzszínházi előadásban is, csak ott zsonglőrök voltak főként jelen. Nagyon ügyesek a gyerekek, azt látom, hogy nagyon gyorsan tanulnak, nyilván az idő rövidsége miatt nem tudok mindent átadni, még azok közül sem, amit előre úgy gondoltam, hogy meg tudunk nézni, de úgy látom, hogy jól haradnak, nagyon lelkesek, és hogyha folytatják a gyakorlást, akkor biztos, hogy nagyon szép eredményeket tudnak elérni. Mi volt itt a feladat, hogy új és új elemeket tanuljanak meg, vagy már az előadáshoz koreográfia legyen? Eddig egy alapozást próbáltam adni a fiataloknak, olyan alaptechnikákat, olyan alapgondolatokat próbáltam tanítani, ami majdnem az összes eszközhöz segítséget nyújt. Nyilván nem nyújthatok egyszer az összes eszközhöz, mert vannak annyira különlegesek, mint például mondjuk a hullahopp karika, az teljesen máshogy működik, mint egy bot, de alapelvekben, gondolkodásmódban hasonló minden eszköz. A mai naptól pedig már kicsit célirányosabban fogunk foglalkozni. Bizonyos szereplők esetében tudjuk már, hogy milyen eszközzel fog játszani, és akkor ott azzal az eszközzel fogunk foglalkozni. Egyrészt ez lesz, ami mentén csoportokat alakítunk, másrészt az, hogy kit milyen eszköz érdekel. A Csillagtánc című előadás augusztus 20-án 20:45-kor kezdődik az Erzsébet ligetben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Lipcsében tanuló, főként pápai kötődésű fiatalokból áll a Muzikál Ünnep elnevezésű zenekar. A csoport a régi zenét népszerűsíti, klasszikus hangszerekkel kísérik a barokk énekeket. A református templomban tartott koncertjükön többek között Eszterházy Pál művek és Bach dallamok is felcsendültek. Négy tagja van a zenekarnak, Király Dóra furuján és barokk fagotton játszik, Opitz József énekel és alkalomattán orgonához ül, Erzberger Dávid csembalón muzsikál, és Székely Fannié a barokk fuvola, s néha a furuja. 2012 óta zenélnek együtt. Alapvetően az egész csapat együtt tanul Lipcsében, és nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy ha már egyszer ilyen szerencsénk van, hogy ennyire sok közös anyanyelvű diák van Lipcsében, közös tanárokhoz járunk, tehát közös stílust sajátítunk el, mennyire jó lenne, hogyha valamit ebből tudnánk magunkkal vinni Magyarországra is. És a célunk az lenne, hogy a mi lipcsei tanulmányainkat egy kicsikét bemutassuk itthon is. Ezekről a tanulmányokról mit kell egyébként tudni? Mind a hárman egyelőre még bachelor szakirányt csinálunk, tanulunk. Tehát úgy hívják a tanszéket, hogy régi zene. Ez egy körülbelül 40 fős tanszék, nagyon-nagyon nemzetközi, nagyon-nagyon sok fiatal, mint egy család, úgy élünk együtt. 4 évet tanulunk bachelor szakirányon, és utána lehet tovább menni master képzésre. Ez változó országra tehát egyrészt országra válogatja, hogy hány évig tart, másfelől különböző szakirányokat lehet még ott is felvenni, ami eldönti, hogy milyen hosszú lesz. Van némi nemű kötődése a református gimnázium révén a templomhoz, ugye? Így van, 2003 és 2007 között itt folytattam a tanulmányaimat a Pápai Református Kollégium gimnáziumában, és akkor kezdtem el az orgona tanulmányaimat ezzel egy időbe. Ugye gyülekezet segédkántorává váltam rövid időn belül, azóta pedig ugye egyházzene orgonaművész szakon végeztem a Zeneakadémián, úgyhogy gyakorlatilag itt kezdtem a karrieremet, ha fogalmazhatok így. Milyen érzés most újra itt lenni? Jó érzés, ebben a templomban házasodtak össze a szüleim, és itt is kereszteltek, itt konfirmáltam, úgyhogy sok minden kötődésem van ide. Hogy mondjam, ezt szolgálatnak fogom föl ugyanúgy, ahogy az orgonajátékomat, és szeretnék minél többet adni, ez a hivatásom, és ezt a gyülekezetnek, mint ismert embereknek átadni. Mit kell tudni a mai repertoárról? A mai repertoár Eszterházy Pál korához köthető, illetve hozzá kapcsolódik. Ez azért is volt cél, mivel itt van az Eszterházy kastély, hogy a 800 éves Pápaváros projekten belül, vagy projekt keretein belül egy ilyen koncerttel debütáljunk. A Pápán már jártunk több ízben, általában barokkzenét játszunk, most is ez lesz a barokkzene repertoárra, lesz a mai koncertre jellemző. A koncert első részében csendültek fel Eszterházy Pál művei. Eszterházynak tulajdonítják ezt a kötetet, ez a Harmonia Celestis kötet, amiből ma fogunk énekelni. Eztnek a keletkezésen 1699-1700-ra tehető, és amikor 1711-ben Bécsben megjelent ez a kötet, akkor az ő nevének tulajdonították. Ebben én nem, megmondom, nem vagyok kompetens, hogy megítéljem, hogy ez tényleg az ő szerzeményei. Annyi biztos, hogy a családnak, a hercegői ágának ő volt egy ilyen nagyon polihisztor, illetve sok minden művészethez köthető egyéne, és valószínűsíthető, hogy ezeket ő maga szerezte, ezeket a darabokat. hangulatos, kellemes muzsikával örvendeztették meg a fiatal művészek a pápai közönséget, régi dallamokkal, autentikus hangszereken. Mindannyian elmondhatjuk magunkról, hogy modern hangszereken kezdtünk zeneiskolában tanulni. Valószínűleg most is meg tudnánk őket szólaltatni, de különböző helyekről egyszerűen meghallottuk ezt az irányzatot. Ez egy nagyon új dolog, hogy az ember régi zenél, és ez a lágysága a dolognak, ugyanakkor energikussága. És ennek az egésznek az összekapcsolódása, ez egy annyira csodálatos dolog, hogy hát ami engem illet, én beleszerettem. Régi zenekorban hova tehető? Ez egy nehéz kérdés. Egyszer írtam erről egy hosszú dolgozatot, amiben is megmondtam, hogy nem tudom behatárolni, hogy mi a régi zene. Amit mi ma itt játszunk, Monteverdivel kezdődik, tehát 1600 környéke, és François de Vienne, francia zeneszerző, az utolsó, az utolsó zeneszerző, ha kronológiailag nézzük, ő a 18. század végén élt. A régi zene maga megy tovább. Úgy gondolom, ez megint egy nagyon különböző, hogy ki milyen elméleteket vall. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a régi zene maga az azt jelenti, hogy az adott kor zenéjét, az adott kor hangszerén és az adott kor stílusában játsszuk. A Pápai Vörös Sándor Általános Iskola sikeres támok pályázatának köszönhetően az intézmény diákjai közül idén is sokan utazhattak az erdélyi ökotáborba. A tanulók egy hetet töltöttek Baróton, illetve Kovásznán. A több mint 30 fős csoport sokat kirándult, de volt játék, valamint sportverseny is a baróti és a pápai gyerekek között. Tavaly a Vörös Iskolának volt már erdélyi ökotábora, s akkor is, mint most is, azok a diákok utazhattak, akik a tanév során kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkájukkal ezt kiérdemelték. 42 tanuló és 5 pedagógus indult útnak július közepén. A csoport járt többek közt Torockón, Tordán, Gyimesbükkön, a Vargyasszorosnál, Brassóban és Vajdahunyadon is. Én nagyon remélem, hogy ez alatt a 2 év alatt sikerült a gyerekeknek olyan, hát hogy is mondjam csak, apró gyöngyszemeket megmutatni a valamikori Magyarországról, a mostani Erdély területéről, amire szerintem sokáig emlékezni fognak, és ha némelyekben elültettünk olyan kis csirákat, hogy ők oda szeretnének majd visszamenni, akkor már nem volt hiába. A Pápai Vörös Testvér Intézménye a baróti iskola, ezért itt volt az egyik szállás, a másik pedig Kovásznán, a pápai testvérvárosban, valamint Torockón is aludtak egyet a gyerekek. Próbáltunk olyan bázishelyeket keresni magunknak, ahol olyan ismereteket is elsajátíthatnak még a gyerekek, olyan élményeket is szerezhetnek, amiben eddig nem volt részük. Ezért megálltunk útközben, ugye van egy testvériskolánk Baróton, ez a fő bázisa volt a tavalyi tábornak, az idén is a nagy részét a tábornak itt töltöttük, de Torockón megálltunk útközben. Ez azért jó, mert az erdélyi sóvidéknek az első fő bástyája Torda, és a tordai sóbányát meglátogattuk a gyerekekkel. Hát ez is ugye most már egy kicsit a 21. század felé tendál, hiszen egy látogatóközpontot hoztak itt létre, ettől függetlenül végigkövethető a sóbányászat múltja, és hát a mostani, mondjam, a szórakoztató jellege a bányának, csodálatos, én mindenkinek csak ajánlani tudom. Meg tudtuk nézni a tordai hasadékot, ami egy nagyon szép szurdokvölgy, és azt hiszem, hogy a magyar mondavilághoz és a természeti környezethez kapcsolódó ismereteket itt is össze tudtuk fűzni a gyerekekkel, és hát Torockóra rendeztük a szállásunkat, ami meg hát nem véletlenül a világörökség része, és hát az időben sajnos mindig problémával vagyunk, mert sok-sok programot lehetne tenni, például Székelykőre föl lehetne menni egy túrával Torockóról, de erre nem került sor, mert hát szorított bennünket az idő. De hogy a sóvidéken maradjunk, ellátogattunk a második napon a Medvetóhoz, és hát megnéztük azt, hogy a természet saját maga hogyan tud létrehozni egy olyan csodát, mint a Medvetó, ami ugye egy természetes sós tó, és hát kipróbálhatták a gyerekek, hogy milyen lubickolni a Medvetóban. Ahogy mondtam, a fele időt Baróton és Barót környékén töltöttük. Ennek több oka van. Egyik oka, hogy az ökotábor mellett nagyon fontosnak tartjuk a kapcsolatépítést is. De hát Barót környéke az mesevilág számomra mindenképpen, hiszen érinthető és elérhető közelségben vannak olyan természeti csodák, mint az Almási barlang, vagy mint a Szent Anna-tó, és hát tettünk egy kirándulást Barótról a Gyimesbe is. Tehát ezeket a dolgokat én nagyon fontosnak tartom, hiszen ökotábor a tábor, de én azt hiszem, hogy egy ilyen lehetőséget az ember akkor használ ki nagyon hatékonyan, hogyha komplex ismereteket próbál meg közvetíteni, és érdekes volt a gyerekeknek például azon túl, hogy a 30-as őrházig ugye elmentünk Gyimesbükkön, picit ötvöztük a történelmi és a földrajzi dolgokat, hogy visszafelé lemértük, hogy Gyimesbükkön a 30-as őrháztól Gyimes Felsőlok utolsó tábláig 23,5 kilométer hosszú völgy, folyamatosan lakott település. Tehát ez megint olyan élmény szerintem a gyerekeknek, hogy azt látják, hogy egy szinte lehetetlen körülmények között élő tiszta magyar népcsoport hogyan bír küzdeni a természettel, és hát ezt teszi évezredek óta. Tehát ezeket a dolgokat is fontosnak tartottuk, és természetesen a kapcsolatrendszerben úgy tűnik, hogy sikerül testvérvárosunk a Kovásznával is kiépíteni azt a, hát hogy is mondjam, csak kötődési pontocskákat, még inkább így fogalmaznék, amik talán tovább vihetik majd abba az irányba is ezeket a táborokat. És hát Kovásznáról most nem a közvetlen környékét néztük meg, tavaly egy kicsit ott bokláztunk, az idén meg elmentünk Brassóba, Brassó-Polyanára. Fontosnak tartottuk azt is, hogy egy kicsit belepillantsunk a valamikori Szászvidék kultúrájába. Mivel ez ökotábor volt, a kirándulások során nem csupán gyönyörködtek a diákok a tájban. Többször végeztek vízvizsgálatot, például a Medvetónál és a Szent Anna-tónál is. De készítettek térképvázlatot az 1000 éves határnál, és ismerkedtek a felszíni formákkal, a mészkő tulajdonságaival például a vargyasszurdokban, a torjai büdös barlangnál pedig a mofetta jellemzőivel. Minden nap voltak feladatok, külön csapatokra osztottunk, külön feladatok voltak, a barlangokról, a brassói kirándulásról, az összes kirándulás, ahol a helyen voltunk, ott mindig voltak kérdések, és csapatonként kellett megoldanunk. A 8 napos út végén Vajdahunyadvárát is megnézték a diákok, valamint Aradon is jártak. A hétvégén 2 napon át a pápai történelmi játékok, jövő hét közepén pedig augusztus 20-a alkalmából szervezett ünnepi programok várnak mindenkit városunkban. Utóbbi program keretében lesz többek között néptáncbemutató a Főtéren, ünnepi műsor az Erzsébet ligetben és tűzszínházi produkció a Teleszterion színházi műhely színészei és pápai diákok előadásában. A részletekről és a további rendezvényekről most következő műsorunkból tájékozódhatnak. Köszöntöm Önöket, programajánló műsorunkat látják. Megmutatjuk, milyen rendezvények várnak ránk az előttünk álló egy hétben. A nyáresték a Pápai Eszterházy kastély udvarán című rendezvénysorozatot augusztus 15-től 23-ig tartják Pápán. 9 nap alatt 5 előadásra várják a nézőket, táncszínházba, prózai előadásra és operetre, valamint egy könnyű zenei koncertre. Augusztus 15-én pénteken Frank Sinatra a Hang című előadást nézhetjük meg az Experi Dance és a Békéscsabai Jókai Színház előadásában. Augusztus 16-án szombaton a Turay Ida Színház adja elő a Marica grófnőt. Augusztus 21-én csütörtökön a Kormorán koncertezik az Eszterházy kastély udvarán. Augusztus 22-én pénteken ismét egy Experi Dance produkciót nézhetünk meg, melynek címe A Fergeteges. Augusztus 23-án szombaton a Veszprémi Petőfi Színház mutatja be a Veszedelmes Viszonyok című darabot. Valamennyi előadás megtekintésére kedvezményes bérlet váltható, a jegyek és bérletek megvásárolhatók a JMSK-ban, a Turinform irodában és a Galéria Bistróban. Augusztus 16-án szombaton és 17-én vasárnap rendezik meg Pápán a történelmi napokat. Szombaton 16 órától az első világháborús tábori életbe tekinthetnek be az érdeklődők, 18 órától pedig hadijáték lesz, huszárokkal, gyalogosokkal, tüzérek bemutatóival, a Bajvívó téren a Várkerti parkolónál. 17-én vasárnap a Pápai Hősök napján ünnepelhetünk. 10 órától megemlékezésre kerül sor az Ejtőernyős emlékműnél, az Erkel Ferenc utca és a Celi út sarkánál. 10 óra 45 perctől a Lubjenszky emléktáblánál, a Főtér Korvin utca sarkán. 11 órától tartják a városi emlékünnepséget az első és második világháborús emlékműveknél, a Szent István út és az Eszterházy út találkozásánál. A Pápai Történelmi Napokat Pápaváros önkormányzata támogatja, a rendezvényt szervezi a Pápai Huszár Egyesület. Augusztus 16-án szombaton Pápát is érinti az Egy úton nemzetközi Zarándoknap útvonala. A Kárpát-medencét átfogó esemény célja a családok szerepének erősítése. A zarándoklatba bárki bekapcsolódhat. Pápát, mint a Zarándok útvonal egyik célállomását, Nagytevel és Mihályháza felől közelítik meg a zarándokok. A két csoport fél háromkor találkozik Kétornyulakon, és onnan közösen érkeznek Pápára a Szent József-kápolnához. Itt lehetőség nyílik a házaspárok útjának megtekintésére, majd 18 órától a Szent József-kápolnában Márfi Gyula veszprémi érsek tart szentmisét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknapot a Mária Rádió szervezi. Augusztus 19-én kedden 17 órától a Főtéren Szép Magyar Tánc címmel folklór bemutatót tartanak. A műsorban szerepel a JMSK Vadvirág Néptánc Együttese, a Tánclánc Alapfokú Művészeti Iskola gyermektáncosai és a Dunaszerdahelyi Pántlika Népzenekar. Augusztus 19-én 18 órától a Tapolcafői Református templomban Mátyás Lajos Nyugalmazott esperes kiállítását nyitják meg. Orgonál Vadász Attila orgonaművész tanár. Ezt követően ünnepi megemlékezést tartanak az államalapításról. Augusztus 20-án szerdán Pápán államalapító Szent István ünnepén 17 óra 30 perctől családi ünnepváró programot tartanak hagyományőrző játszóházzal, népi kézműves műhellyel, népi ügyességi és logikai fajátékokkal. Az Erzsébet ligetben 19 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi műsor, melyen ünnepi beszédet dr. Áldozó Tamás, Pápaváros polgármestere mond. A Küld le Uram Szent Egedből című irodalmi műsorban és koncerten közreműködik Nemes Levente, a Teleszterion Színházi Műhely és a Vadvirág Néptánc Együttes. 20 óra 15 perckor kezdődik az Országzászló emlékműnél a koszorúzás, 20 óra 45 perctől pedig az Erzsébet ligetben Csillagtánc címmel tűzszínházi előadás lesz tűzzsonglőrökkel. Az előadásban közreműködnek a Teleszterion Színházi Műhely színészei és pápai diákok. Augusztus 20-án szerdán kirándulnak a bakancsos természetjárók. Az útvonal Bánd, Tiszafás, Essegvár és Bánd lesz. Indulás 7:40 az egyes kocsiállásról, visszaindulás 14:38. Ez volt a programajánló, köszönöm, hogy nézték műsorunkat, tartsanak majd velünk legközelebb is, viszontlátásra!